az ősi perzsa kultúra gyönyörű iszlám költeményeiről, kézi csomózású szőnyegeiről, varázslatos kertjeiről és a máig népszerű Ezeregy éjszaka meséiről ismert. A birodalom élén a sah állt, a császárok császára, aki elfoglalja a pávatrónt. Ezzel ellentétben napjaink irányja, amely az ókori Perzsia területén fekszik, más arcát mutatja. Vallási kormányzat, a nők jogainak semmibe vétele, és Amerika ellenesség jut róla eszünkbe. Miként lett a Perzsa birodalomból a ma ismert Irán? A választ egy család adja meg. A Pahlavik. Dinasztiáról nincs szó, mivel uralkodásuk csak 6 évtizedet ölelt fel, és 2 sahot számlált. Mégis viharos időszak volt ez az ország mozgalmas történelmében. A Pahlavik katonai puccsal kerültek hatalomra, majd forradalommal távolították el őket. Reza Khan és fia, Mohammad Reza Pahlavi iráni császárságról álmodott, de önkény uralmi rendszerük és fényűző életmódjuk végül a bukásukhoz vezetett. Megfigyelők szerint a Pahlavik kihívták maguk ellen a sorsot túláradó becsvágyukkal és pazarlásukkal, amely ellentmondott az országban gyakorolt konzervatív síta iszlám elveinek. A tejhatalom azonban kétélű fegyver. A második sah üldözési mániája hívta életre minden idők egyik leghírhedtebb titkos rendőrségét, a retteget Szavakot. Mások szerint Nostradamus francia látnok évszázadokkal ezelőtt megjósolta a Pahlavik bukását. Bárhonnan is ered az átok, a világ egyik leghíresebb, leghivalkodóbb és legtöbbet fotózott királyi családjának látványos elüldözése milliók életére volt hatással. Ma mindent megtudhatnak a pávatrón átkáról. Perzsa állam 2500 évvel ezelőtt alakult. Azóta számos dinasztia uralkodott a mai Irán területén. Nagy Kürosz alapította az Óperzsa birodalmat Krisztus előtt 550 körül, amely terjeszkedése során a Balkán félszigettől az indiai Indus völgyéig nyúlt. Országa a kultúra, a vallás, a tudomány és a művészetek központja lett. A perzsák hatalmuk csúcsán legyőzték az indiai mogulokat, és hadizsákmányként elkobozták tőlük a pávatrónt. Attól fogva ez jelképezte a sahok uralmát, de átok ült rajta. Romlást hozott arra, aki érdemtelenül foglalta el. Ám az ősi Perzsiát 1920-ra külső és belső ellentétek feszítették. Nagy volt a nyugtalanság a nagyhatalmak, főleg a britek és az oroszok játszmái, illetve a közel-keleti erőforrásokért vívott harcok miatt. Az első világháború alatt oroszok, britek és török csapatok szállták meg az országot. A háború utáni bizonytalanságot kihasználva katonai puccs söpörte el az elaggott Kádzsár dinasztiát, többek közt Reza Khan dandártábornok vezetésével. Reza szegény családba született. Apja a perzsa hadsereg őrnagya volt, anyja grúziai muszlim bevándorló. A családi hagyományt követve beállt a kozák dandárba. Alig tudott írni, olvasni, de megtalálta a helyét, és gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán. Napóleonhoz hasonló ambíciózus tervei voltak hazája jövőjét illetően. Elkívánta törölni az avit perzsa dinasztiákat, hogy modern államot hozzon létre Kis-Ázsiában. Haladó politikusok mellett Nagy-Britannia is támogatta,
Cserébe előnyös pozíciókat remélt a térségben. Pahlavi 4000 embere élén elfoglalta a fővárost, Teheránt. Reza Khan 1921. február 21-én átvette a hadsereg parancsnokságát, majd kinevezte magát hadügyminiszternek. Félreállította a 21 éves Ahmad Shahot, de hagyta, hogy báburalkodóként megmaradjon a trónján. Ezután nekilátott, hogy megszilárdítsa hatalmát. Néhány hónap alatt eltávolította ellenfeleit, és 1923-ban már miniszterelnök volt. Két évre rá lemondatta a fiatal Shahot, majd száműzte. Így ért véget a Kádzsár ház uralma. A Mejlis, az iráni parlament engedelmesen kikiáltotta az új nemzet új vezetőjét. Reza Pahlavi lett az iráni államfeje. Perzsia megszűnt létezni. Shah ült a restaurált pávatrónon. A Pahlavi név jelentőség teljesen cseng. A közép-perzsa nyelv arhaikus írott formáját jelöli, ezért magasztos és intellektuális hangzása van. Erre építették az új dinasztiát. Egyesek szerint a tábornok rangján felül választott családnevet, amelyen átok ült viselői önhittsége miatt. Reza Pahlavi Shah uralkodása első éveiben új intézkedéseket foganatosított és haladó szellemben kormányzott. Ám összeütközésbe került hazája muszlim hit tudósaival. Be akarta vezetni Iránt a 20. századba, ezért megtiltotta a nőknek a fátyolviselését. Ezt sokan sértésnek vették. A nők 1500 éven át eltakarták a hajukat, erre hirtelen már nem is perzsák, hanem irániak és hajadonfőt kell járjanak. A társadalom bizonyos rétegei üdvözölték a döntést, de a Shah számos alattvalója felháborodott. Volt, aki felidézte Nostradamus jóslatait. A 400 éve élt látnok azt írta, az eső, éhség és háború állandó lesz Perzsiában. A vakhit elárulja az uralkodót. Ami a franciáknál kezdődött, ott is végződik. Titkos jelzés, hogy mérsékelje magát. Túlságosan hittek volna Iránban. A 30-as években érezhetően nőtt a feszültség a világban, ami Iránt sem kímélte. Reza Shah megelégelte a britek gyarmati uralmát, és Németország pártjára állt. A szövetségesek a II. Világháború kitörése után azzal vádolták Pahlavit, hogy náci szimpatizáns. Miután megnyerték a háborút, ellenséges államnak bélyegezték Iránt, noha az semlegességét hangoztatta. Brit és szovjet csapatok szállták meg az országot, hogy hozzáférjenek a nyersanyagaihoz. Reza Shah uralma ezzel véget ért. De trónra léphetett az utóda. A II. Világháború kitörésekor Irán semlegességet ígért, de a németek pártjára állt. A britek és a szovjetek összefogtak a nácik ellen, majd megszállták Iránt, hogy biztosítani tudják az oroszok hadi anyagellátását. A britek nem bíztak Rezában, ezért száműzték. Az idős Shah kénytelen volt lemondani fia, az ifjú és tapasztalatlan Mohammad Reza javára. A trónörökös 1919-ben született, 1925-ben lett koronaherceg. Életrajzírói szerint Reza Khan Hosgadámnak nevezte legkisebb fiát, vagyis jó hírt hozó madárnak. Ám Mohammad nem állt bensőséges viszonyban az apjával. Emlékirataiban azt írja, mindennél jobban rettegett tőle, mert elnyomta a gyerekeit és dükitörései voltak. Féltek tőle, de nem tisztelték. Rossz nyelvek szerint a trónörökös is részt vett az összeesküvésben, amelynek eredményeként apja helyett ő került hatalomra. Árulása váltotta volna ki az átkot. Hátba támadta a saját apját, ezért érdemelte ki szomorú sorsát. Mások Mohammad anyja Taj Olmoluk szerepét hangsúlyozzák, aki nem követte férjét a száműzetésbe, hanem fia első számú tanácsadója lett. Bizonyos tekintetben olyan volt, mint Rasputin. Ijesztően hitt a babonákban. Úgy vélte, az álmok túlvilági üzenetek. Amuletteket akasztott gyermekei nyakába, hogy megóvja őket a rossz szellemektől. Állatokat áldozott fel, hogy szerencsét hozzon neki.
babonaság ellentmond az iszlám tanainak. Az anyakirályné azonban érzelmi támogatást nyújtott a félszegész zárkózott sahnak, akinek azt hajtogatta, hogy a végzet őt választotta az apja helyett. Elátkozott vérvonalról lévén szó, az utódlás menete vitákat váltott ki. A jog azt diktálta, hogy a sah muszlim férfi legyen, aki iráni állampolgárságú, muszlim hitű anyától született. De nem lehet a régi Kádzsár dinasztia leszármazottja. A Pahlavi ház fennmaradása érdekében fiú örökösre volt szükség. Mohamed feleséget keresett. Nem volt nagy nőcsábász, de az uralkodói cím előnyt jelentett számára. Királyi sarjak egymás közt házasodnak. Amikor az egyiptomi első fuád lánya, Fauzia eladósorba került, Mohamed még 1938-ban elvette. A csodaszép és művelt hercegnő lehetett volna a korona éke. Ám a rideg valóság az, hogy nem értették meg egymást paraszti származású férjével. Házasságuk kudarcra ítéltetett. A párnak egy lánya született, Shahnaz 1940-ben, de a fiú váratott magára. Európai pletykalapok azt írták, hogy Fauzia unalmasnak és elmaradottnak tartja Teheránt a kozmopolita Kairóhoz képest. A hír igaznak bizonyult. A boldogtalan hercegnő 1945-ben, a II. Világháború vége előtt hazatért Egyiptomba. A rendszer felborult. Brit és szovjet csapatok vonultak be Iránba, Reza Shahot számüzetésbe kényszerítették. Mohamed trónra lépett, de jogköreit megnyírválták. Az ifjú Shah 1948-ban ismét megszégyenült. Felesége Fauzia válni akart, amivel a perzsa uralkodó becsületébe gázolt. Az asszony eltökélte, hogy kiszabadul elátkozott házasságából, ezért elfogadta a kegyetlen feltételt. Teheránban hagyta a lányát, aki az iráni udvarnál nőtt fel. A dinasztia fennmaradásához azonban hiányzott egy fiú örökös. A fővárosi elit arról pletykált, hogy átokül a Pahlavi családon. Eddig tartott volna az iráni sakkok uralma? Ám 1951-ben felcsillant a remény. Mohamed Reza Pahlavi újra nősült. Teherán újabb pompás királyi esküvő színtere lett. Úgy tűnt, a sah megtalálta élete szerelmét, és megtörte az átkot. Az iráni társadalom tárt karokkal fogadta a gyönyörű Szorayát, aki a perzsa nők példaképévé vált. Bíztak benne, hogy a tündérmese a trónörökös születésével lesz teljes. A hidegháború idején kialakult a két pólusú világ, két atomhatalom állt egymással szemben. Az utódnemzés másodlagossá vált a kormányzati kérdések mellett. A sah 1953-ban jóváhagyta, hogy a CIA puccsot hajtson végre Mohamed Mossadegh miniszterelnök elmozdítására. A demokratikusan választott politikus ugyanis nem amerikai érdekeket szolgált. A sah erős és független nemzetről szónokolt, mégsem népe és országa jólétét tartotta szem előtt, hanem a nagyhatalmak támogatását. A sah Mossadegh lemondását követeli. A miniszterelnök nem enged. Zavargások törtek ki Teheránban. Az uralkodó tanácsadói javaslatára ideiglenesen Rómába menekült. A politikai válságot csak fokozta Mohamed és öccse Ali herceg feltételezett rivalizálása. Még nem 1954-ben Ali Reza gépe eltűnt. Lehetséges, hogy a sah úgy érezte, fivére fenyegeti a trónját. Ali korai halála azonban végleg megoldotta a kérdést. Közben ismét előtérbe került az utódlás ügye. Azt rebesgették, hogy Szoraya valójában meddő. Minden szem az uralkodói párra szegeződött. Amerikába utaztak, ahol szakértő segítségét kérték. A diagnózis kiábrándító volt. Szoraya nem fog teherbe esni, nem lehet gyereke. Hát két házasságból sem sikerült trónörökös nemzeni. Ismét felmerült a gyanú, hogy a Pahlavi könyörtelen hatalomszerzése rontást hozott a fejükre. Vajon ezzel véget is ér a dinasztia története? A trónörökös még 1958-ban sem akart a világra jönni. Szoraya elutazott Németországba.
Mindenki azt leste, mi lesz a házaspár sorsa. A sah szerette a feleségét. Felvetette, hogy Soraya maradjon élete párja, de engedje meg, hogy magához vegyen még egy asszonyt. Soraya képtelen volt erre. A házasságuk véget ért. Úgy tűnt, átokül a sahon, és a Pahlavik vérvonala itt megszakad. Ám a szerencse még utoljára Mohammad mellé szegődött. Megismerkedett Faradibával, egy iráni százados lányával. A sah 1959. december 20-án harmadjára is megnősült. 10 hónap múlva az egész ország velük ünnepelt. A sah és harmadik felesége Faradiba fiú örökössel örvendeztette meg az iráni népet. 1960. október 30-án megérkezett a trón várományosa, Reza Kürosz. Rajtuk kívül 2 lányuk és 1 fiúk született. Fara teljesítette kötelességét, biztosította az utódlást, ezért megkapta a neki kijáró tiszteletet. Irán császárnéjává koronázták 1967-ben, ami példanélkül áll a Perzsa királyság történetében. Fará császárné Irán történetének első megkoronázott királynéja. A sah harmadik felesége hozta világra a trónörököst. Úgy tűnt, Irán fényes jövő előtt áll, és a Pahlavi dinasztia fennmaradása biztos. Ám a 70-es években felszínre törtek a mélyben forrongó indulatok. A konzervatív mollák felszólaltak a kormány elnyomása ellen. Mohammad megbízta a titkos rendőrséget, a Szavakot, hogy kémkedjen és jelentsen a lázítókról. A börtönök megteltek átlagpolgárokkal, akiknek egyetlen bűne a véleménynyilvánítás volt. A sah együttműködése az amerikai kormánnyal és hadsereggel szintén vitákat szült, és az uralkodó ellen hangolta a népet. Egy francia számüzetésben élő befolyásos molla, Khomeini Ayatollah felkelésre és a sah megbuktatására buzdított. Fülünkben cseng Nostradamus proféciája. A vak hit elárulja az uralkodót. Mohammad Reza Pahlavi iráni sah és harmadik felesége Fara neve egyet jelentett a kifinomultsággal és a fényűzéssel. Nemzetközi magazinokban szerepeltek, a sajtó leste minden mozdulatukat. Házasságuk példaértékűnek tűnt az uralkodó házak között, csak hogy a sah népszerűsége vészesen csökkent. Az iráni olajmezőkből származó mesés bevételek nem az átlagpolgár életszínvonalát emelték. Az állam korrupt volt. A sah szociális és gazdasági reformjai, az írás tudatlanság felszámolása és a perzsa kultúra támogatása mellett nem törődött a konzervatívokkal. A Szavak híresen kegyetlen titkos rendőrsége elnyomta a politikai ellenzéket. Az átlagpolgár a legkisebb kihágásért is szó szerint kínpadra kerülhetett. A nép lázongott, a sah egyre paranoiásabb és erélyesebb lett. De megvolt rá az oka. Túlélt több merénylet kísérletet és 2 repülő szerencsétlenséget. Egyik alkalommal 5 golyó találta el, egy az arcán, egy a vállán, egy a fején és 2 a testén. Megmenekülését isteni beavatkozásnak tekintette. Kiválasztottnak érezte magát, akinek az a sorsa, hogy vezesse és megváltsa Iránt. Kijelentette, hogy Isten állt a lövedékek útjába és lökte félre, hogy ne érjék el a szívét. De sokan azt akarták, hogy eltakarodjon az országból. A mollák, a vallástudósok drasztikusnak találták a reformjait, hiszen nyugati szokásokat kényszerített egy merev társadalomra. A sah eltávolodott a népétől, sőt, úgy tűnt, megveti alattvalóit. Mohammad Reza egészsége 1974-ben megromlott. Hivatalos közlés szerint elhúzódó influenza gyötörte. A közvélemény nem sejtette, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Ellenségei kihasználták, hogy a sah támadhatóvá vált. 1979-ben kitört a forradalom.
A győztes Ruhollah Khomeini ajatolla száműzte a pahlavikat és teokráciát vezetett be. Államosították az olajipart, a dühös csőcselék a nyugatiak ellen fordult. A sah és családja külföldre kényszerült, a hatalmi egyensúly felborult a Közel-Keleten. Mohammad Reza Pahlavi nem törődött a rossz előjelekkel. Talpnyalókkal vette körül magát közel 20 évig. Talán Nostradamusnak igaza volt Perzsiát illetően? A vak hit lett a pahlavik végzete? A sah számüzetésében is ellentmondásos figura maradt. Amerikában kívánta kezeltetni magát, de felmerült, hogy ott tartózkodása provokálta volna az iráni forradalmárokat. Az uralkodó és családja otthontalanná vált. A pávatrón végleg elveszett. Az amerikai kormány könyörületességből befogadta Mohammadot az orvosi kezelés idejére. Az irániak erre kifosztották a teheráni amerikai nagykövetséget, és 52 túszt ejtettek, ami a 20. század egyik legsúlyosabb politikai válságához vezetett. Közben a sah esélyei az életre romlottak. A rák terjedt. Nem reménykedtek abban, hogy meggyógyul. Mohammad Egyiptomban kapott menedékjogot a családjával. Kairóban halt meg 1980. július 27-én. Reza Pahlavi koronaherceg felesküdött a Koránra, mint a Pahlavi ház feje, a trón törvényes örököse. Farah császárné és gyermekei letelepedhettek Amerikában. Kiváltságos életet élnek, de egyre kevésbé valószínű, hogy hazatérhetnek. A sah lánya Leila 2001-ben öngyilkos lett 21 éve tartó számüzetésében. 10 év múlva bátyja, Ali Reza herceg is önkezével vetett véget életének. Képtelenek voltak megbékélni a hazátlansággal, amelyre ítéltettek. Reza Küröz Pahlavi koronaherceg ma az Egyesült Államokban él feleségével, Jászminnal. 3 lányuk született. A pávatrónnak nincs fiú örököse. Ha Irán népe meg is gondolná magát és visszafogadná uralkodóit, az utódlás rendje nem változna. Reza Küröz Pahlavi a leendő sah, aki biztosíthatná a dinasztia fennmaradását, büszkén viseli az ő császári felsége, Reza, Irán koronahercege címet. Vajon egyszer még felülhet a páva trónra? Vagy arra kárhoztatott, hogy a Pahlavi ház megszűnjön létezni?